visszakerül a Védelmi Minisztérium tulajdonába a Maros híd szomszédságában lévő egykori kaszárnya és a hozzátartozó terület Marosvásárhelyen. A bíróság alapfokon hozott ítéletet a megyeközponti polgármesteri hivatal már meg is fellebbezte. Az egykori kaszárnya udvara tavaly július óta ad otthont az úgynevezett Ócskapiacnak. A létesítményt, illetve a hozzátartozó mintegy 6 hektárnyi területet a Védelmi Minisztérium adta át a városnak bizonyos feltétellel. A város kötelessége volt a Nemzetvédelmi Minisztérium rendelkezésére bocsátani egy területet, amelyen az ANELE program keretében lakásokat építettek volna a katonai személyzet számára. A telket rendelkezésükre bocsátottuk, de a kormány már nem talált kellő pénzforrást az ANELE program folytatására. Kissé furcsa helyzet alakult ki, véleményünk szerint nem kellett volna bírósági ügy keletkezzen ebből. A szaktárca ugyanis bírósághoz fordult, az ő olvasatukban ugyanis az ingatlan, illetve a terület a katonaságot illeti meg. Főként, hogy a város nem tartotta a szerződésben foglaltakat, azaz nem építetett lakásokat a katonai személyzet számára. Erre nem volt lehetőség, és a katonaság sem fogadott el alternatívát, mondja Csegzi Sándor. Lakásépítési programjai a kormánynak felszámolódtak, tehát gyakorlatilag nekünk nem volt hova pályázni. Uniós kiírás erre nem volt. Nyilván, hogy önkormányzati pénzből azokat nem lehetett felvállalni, illetve voltak lépések, mert például a volt kémiai liceumnak a bentlakását feljavítottuk, és ott gyakorlatilag lakrészek vannak, amelyeket valamilyen okból kifolyólag a katonaság nem fogadott el. A városvezetés egyébként a kaszárnya udvarára képzelte el az úgynevezett digitális város központját. Erre egy elő megvalósíthatósági tanulmányt is készítettek már. A bíróság azonban alapfokon úgy döntött, a katonaságot illeti meg a létesítmény. A városháza megóvta a döntést.